Jó napot kívánunk! Mi történik itt? Jó napot kívánok! Hát a Böjtá Csaba gyermekeinek szántunk a teát, és itt kínálgassuk el. Amikor jönnek, mennek, vagy bármikor ide jöhetnek? Hát bármikor jöttek ide, akkor megkínáltuk egy pohár meleg teával, meg kalácsal, és amit még hoztak, mandarint, almát, mindenféle. Sokan voltak idén? Hát, gondolom voltak biztos 1000-en felje, 1000-en felül gyermekek. Ön ide valósi? Igen, Parajdi vagyok. És minden évben segít? Igen, hogyha úgy van időm, vagy hogyha szabadnapos vagyok, akkor szoktam jönni segíteni. És a teát is ön főzte? Itt főzték? Itt főzték a konyhán. Mármint a bányában? A bánya konyháján, igen. És a bánya dolgozója is esetleg? Igen. És a bánya, akkor egy picit meséljen a bányáról, már mint úgy, hogy ezt minden évben megszervezik, ez gondolom egy nagy előkészületet hát igénylő. Igen, minden évben meg van szervezve. Hát már nem tudom hány éve, de már elég rég, most pontosan. És akkor kinek van ideje, vagy szoktak jönni segíteni mindenünnen. Vannak Magyarországról, ott az a két nénünk Magyarországról jöttek segíteni idebe. És a dolgozók is itt vannak ilyenkor? Hát nagyjából vannak a dolgozókból is itten. És nyitva van ilyenkor a bánya, tehát bejöhetnek azok is, akik egyébként nem... Igen, igen, mai nap mind csak gyermekeket a Romániából, és a Hargita megyéből a gyermekek vannak hozva mindenünnen. Az iskoláktól előre leadják, hogy hányan jönnek, vagy meghívottak. Na, hát, és önöknek nem nehéz az az időszak, mert ilyenkor ugye otthon készülünk a karácsonyra, a saját igen. családunkkal. Van hogy nehéz, de mindenki azért segít. Még ott, igen, mindenki igyekszik, hogy amivel tud, avval. Van, aki hogy csak egy-két nap segít, van, aki több héten keresztül jár. Fenn a konyhán, ott a Böjte Csaba, Szent Borbála alapítványnál is. Hát szép gesztus, sokan még jöhetnének, akik segíthetnék. Még így is kevesen vannak. Így is, igen. Mondjuk külföldről is sokan jönnek segíteni. Köszönjük szépen, köszönjük. Szívesen.